Paravánokkal vették körül a szénatér egy részét, a takarásban pedig már megkezdődött a munka. Buda egyik legforgalmasabb csomópontja ugyanis megújul. A szénatér központi elhelyezkedése miatt is fontos szerepet töltött be a város életében, szinte végigvonult rajta a történelem. Az 1956-os szabadságharcnak is meghatározó helyszíne volt. Nem véletlen, hogy a tér olyan történelmi emlékparkként születik majd újjá, ahol például az 56-os forradalom eseményeit is megidézik. A szénatér talán Buda egyik leggazdagabb olyan területe, ami történelmi emlékekhez kapcsolódik. Szeretnénk a lehető legkülönfélébb és legkreatívabb módokon ábrázolni. Legyen szó tájépítési megoldásokról, például az 56-os forradalmi zászlónak a virágágyásokból történő megjelenítésére, vagy egy történelmi vízjátékról, de természetesen műalkotások, illetve egy emlékek útvesztője is helyet kap majd a téren, ahol olyan művészeti alkotások jelennek meg a járófelületen, ami lehetőséget ad arra az erre járóknak, hogy felelevenítsék és emlékezzenek arról, hogy pontosan mi is történt itt 65 vagy akár több száz évvel ezelőtt ezen a téren. Jelenleg molinókon mutatják be a környék történelmi eseményeit. Az ezeken elhelyezett QR-kódok leolvasása után pedig olyan videókat nézhetnek meg a járókelők, amelyekben visszaemlékezők mesélnek az október 23-a utáni napok történéseiről. A téren egyébként kronoszkópokat is kihelyeznek, amelyek megmutatják, milyen volt a tér évtizedekkel ezelőtt. A munkálatok során az utakat és a járdákat is megújítják. Egy gyalogos kerékpáros útvonal kap helyet a térnek a mostani murvázott területének a részén, és különböző cserjék, illetve virágültetés megoldása. Közel 4000 négyzetméteren újul meg a zöld felület, és minden fát, amit megtudunk, azt természetesen megőrzünk, és rengeteg új fát ültetünk, például egy új fasor is helyet kap majd a kerékpáros gyalogos útvonal közelében. A tér felújításáról még az előző városvezetés hozott döntést, első lépésben pedig megszüntették az ott működő volánbusz állomást. Az új városvezetés azonban módosította a koncepcióterveket, ezért nem kezdődtek el korábban a munkák. A központi helyen lévő emlékpark a jövő tavasszal készülhet el. Utána a szénatérnek a többi része, tehát ami ehhez kapcsolódik, akár a Lövőház utca, azok a későbbi időszakban kerülnek eldöntésre, hogy milyen ütemben folytatódnak. Reményeink szerint úgy, hogy az autós közlekedést és a gyalogos közlekedést is lehetőleg kisebb mértékben befolyásolja. Az emlékpark kialakítására és a zöld felületek megújítására 750 millió forintot fordítanak.